Nagy csütörtökön igazából számomra egyik legfontosabb nap lesz, amikor is Jézusnak az elfogatása történik, de nem csak az elfogatása történik, amikor tőlünk emberektől elveszik, hanem egyben megadja az utolsó jelét az ő szeretetének. Ez többféleképpen fejezi ki, hogy az egyház szimbolikusan is megmutatja ezt, amikor sokan vagyunk a templomban, akkor van például lábmosás szertartása. Itt megmosjuk 12 embernek a lábát, és azt mondjuk, hogy ők velünk egy közösségben vannak, és ott van nekem ez mindig nagyon megható, hogy ott van Júdás is. Júdás lábát is megmossa Jézus, ami azt jelenti, mert azt mondja a végén, ti is tegyétek, amit most én tettem, hogy Júdás lábát is meg kell mosnunk. Bármilyen nehéz a rossz embereknek, a bennünket eláruló embereknek is jót tenni, szolgálni, most ezt meg kell tennünk, és nem csak most, de most kiváltképpen nem figyelhetünk arra, hogy valaki ilyen vagy olyan ebben a nehéz helyzetben. Fájdalmas napunkon, amikor az egész világon sehol nincsen szentmise, úgy mondjuk, hogy csonkamise van, vagy a kereszt hódolata van, ilyenkor a világ lecsendesül. Most ez fizikálisan is, szó szerint érthetjük, hogy az egész világ lecsendesül, Lecsendesült, ha hisz, ha nem hisz, ha szereti Jézust, ha nem szereti Jézust. Valahol mindenki ugye otthon marad, otthon vannak az emberek többségében, lecsendesül a közlekedés, lecsendesül minden, és Jézus ezen a napon halt, megértünk. Bármilyen elképzelésünk volt az életről, a jövőről, voltak a nagy terveink, és most minden egyszerre becsukódik. Ki tudja, hogy mikor, mit tudunk megvalósítani, mikor jön megint egy ilyen esemény az életünkben, talán egy kicsit jobban rájövünk arra, hogy nem mi akarjuk az életünket irányítani, tegyük, amit tennünk kell, de az Isten tenyerén élünk. Tegyük meg azt, amit ő mond, mert Isten Jézus életét adta értünk, megmutatta azt, hogy én szeretlek benneteket, képes vagyok meghalni értetek, és bízzátok rám, minden esetben járvány, járványon kívül az életeket. az ige liturgiát azzal is kezdjük, hogy lefekszünk, hasra fekszünk, leborulunk az Isten előtt. Kifejezzük ezzel is, hogy milyen kicsik vagyunk mi az ő teremtettségében, hogy az ember az Istenhez képest hol van, leborulunk az Isten előtt. Így kezdjük az egész liturgiát. Kicsinségünket mutatjuk meg, és a járvány is megmutatja azt, hogy milyen kicsik vagyunk, mennyire nem, nincs erőnk mi mindent megtenni. Nagy szombat feltámadása az Úr Jézusnak. Ez is nagyon összefügg nekem a járványjal, olyan szempontból, hogy hiszem a feltámadást, minden temetésen erről beszélek, hogy nincsen vége az életünknek a halállal, mert van feltámadás, tovább élünk a lelkünk tovább él. Ugyanígy hiszem, hogy a járvány után is lesz feltámadás. Egy kicsit másként fogunk gondolkodni talán az életünkről. Ezen a szentmisén a nagy állelujázás lesz majd, mert az örömünk, a feltámadásban való örömünk, hitünk, halál utáni élet bizonyítása következik be számunkra. Ezért olyan fontos az, mert mi keresztények, nem tudunk úgy gondolni semmire, semmilyen fájdalomra, nehézségre, hogy ne látnánk mögötte, ne látnánk ott a feltámadás fényét. Mi mindig látjuk ezt a fényt, mi mindig tudunk hova tartani, hova menni a feltámadás fényében. Ezért nagy ajándék a hívő embernek, hogy ő tud keresztény módon, hívő módon gondolkodni. A húsvét azt hiszem, hogy valamennyiünk számára az egyik legfontosabb és várva várt ünnep. Az én számomra az élet, a, a, nagybetűs életnek az ünnepe. Nyilván összefügg ez a tavasszal, amit az ember úgy vár, hosszúra nyúlt tél után, vagy éppen szürkeség után. De nagybetűs élet, mert hiszen a halál legyőzőjét Krisztus köszöntjük húsvétkor. A legrégebbi ünnepe a keresztény egyháznak. Igazából minden vasárnap ezt ünnepelték a mi őseink kezdettől fogva, és aztán évről évre visszatérve ehhez az ünnephez. Az idei húsvétre való készülés számomra is különleges, és a közösségünk és azt hiszem minden keresztény közösség tagja számára, hiszen a, a megszokott közös együttléteket fel kell cserélnünk valami másfajta Isten tiszteletre. A virágosárnap, hogy jellemző tömeges összegyűlés és közös éneklés helyett most megmarad a, a Jeruzsálemi tövek kívülről való figyelése, vagy ilyen csendes, Magányban való figyelése, és ugyanígy, amikor majd a húsvéti öröméről gondolkodunk együtt, akkor marad valahogy ez a, ez a magunkban figyelős ilyen belső szobába visszavonulós ünneplés. Azt hiszem, hogy ezeknek az időknek talán éppen ez a lehetősége, minden fájdalma vagy tragédiája mellett, talán ez a, ez a lehetősége, hogy az életünknek ezt a fajta formáját, vagy a figyelésünknek ezt a fajta formáját amit a nagy nyüzsgésünk, pörgésünk közepette egyszerűen nincs esélyünk gyakorolni. Ezt a befelé figyelős, vagy belülről fölfelé Istenre való figyelést, ezt most gyakoroljuk. Ezt nem csak én mondom, ezt sokan, nagyon sokan így figyelik meg, világszerte, országszerte, közösségünkből is sokan mondják. A számomra egyik legfontosabb kifejezés, amit hallottam, és hogy magam is próbálom valahogy értelmezni a jelen időket, az, az a sabbát, kifejezés. Az ünnepnap volt ugye régen, a pihenés napja sabbát, ami keresztény hagyományban éppen a Jézus vasárnapi feltámadása miatt ez az ünnep a vasárnap. De megmarad ez a kifejezés az időnkénti leállásra, pihenésre. Vannak kultúrkörök, ahol szellemi foglalkozásúak sabbat évet kapnak például a pihenésnek a lehetőségét, megadjuk a termőföldnek és a sabbat évet, hogy tudjon felkészülni a következő termésre, mintha jelen időkben az Úristen úgy elrendelt volna az egész világnak egy ilyen sabbatot, mintha azt mondta volna, hogy, hogy egy kicsit álljatok le, kicsit pihenjetek befelé, fölfelé, jobban magatokra, jobban, jobban egymásra. Azt hiszem, hogy minden félelmetes jelensége, minden tragédiája mellett van valami ilyen különös rügy, ilyen életet hordozó bimbó ezekben az időkben. Talán éppen ennek az elcsendesedésnek a lehetősége és ideje. Mielőtt ide jöttem, hogy beszélgessünk, az egyik fogvatartott megkérdezte tőlem a börtönben, ugye a húsvét nagyobb ünnep a keresztények számára, mint a karácsony. És erre azt válaszoltam, hogy nagyobb, azért, mert még a karácsonyban azt ünnepeljük, hogy az Isten a maga szintjét közel hozza hozzánk, és meggazdagítja, Isten ilyen meggazdagítja az emberi életet, addig a husvétban azt ünnepeljük, hogy ez az emberi élet, ami továbbra is aktív marad, és kiiktatja magából az Isteni jót, ez sem marad Isteni ajándék nélkül, hanem az Isten feltámad és visszajön hozzánk. Ha dióhéban kellene összefoglalni a husvét üzenetét, akkor ezt mondanám. Ez a husvét lényege, hogy Jézus, akiben az Isten maga közel jött hozzánk, és végigélt egy teljes életet, a maga Isteni valóságával gazdagított minden emberi tapasztalatot, tanított közöttünk, gyógyított közöttünk, éreztette a közelségét, de mi kiiktattuk, kidobtuk magunkból, mozdulatlanná szegeztük, annak ellenére, hogy mi a halálba küldtük, ő újra megajándékoz a jelenlétével, és él. Ez jelenti a feltámadás ünnep. Ezt ünnepeljük újra és újra, minden vasárnap tulajdonképpen, így is hívjuk a vasárnapot, hogy ez az úrnapja. Egy nagy idő rendbeli, gondolkodásbeli váltás történt meg a feltámadással. Nagyon szép volt a zsidó ember hitvallásos gondolkodása, hat napon át munkálkodik, és a hetedik napon, szombaton megtapasztalja azt, hogy az Isten kegyelme átemeli ezen a napon, még akkor is, hogyha ő nem tesz semmit, az Isten munkálkodik. A keresztény ember gondolkodása Krisztus feltámadásával megváltozott. Nem csak azt tapasztaltuk, amit a zsidó ember is tapasztal, hogy a hetedik napon átsegíti az Isten, hanem azt tapasztaltuk, hogy a hetedik nap és az első nap között egy újat alapozott meg az Isten. És úgy indíthatjuk a hetet, nem úgy, hogy hat napon át munkálkodok, és a hetediken valahogy átvisz a lendülettel az Isten, hanem ezzel indítok, hogy az Isten visz engem, mert Krisztust is fel tudta támasztani a halálból, még az emberi életbe is Isten itt tudott ajándékozni. Saját magam számára tulajdonképpen hasonlót jelent a húsvét, amit megélek rengeteg mindenben. A természet ébredésétől kezdve az ige újra megszólalásáig, mert ez a szakmámhoz is tartozik, de a hitéletem része is, hogy az Isten mai napig szól. Nem meghalt az Isten, nem halott az Isten, ahogy Nietzsche mondta a maga filozófiai mélységében, hanem az Isten él és mai napig keresi a kapcsolatot mi velünk, és ennek mindig örülhetünk, amikor a kapcsolatot megtalálja, mi ebbe a kapcsolatba belekapaszkodhatunk, és ezen keresztül erőt kaphatunk. Ami pedig a jelenlegi állapotot, ezt a vírusfertőzéses veszélyt és félelmet illeti, nagy rokonságot vélek felfedezni az egykori tanítványok tapasztalata, meg a mi tapasztalatunk között. Nagy péntek előtt állunk, amikor nagyon megrettentek a tanítványok, és azt érezték, hogy a legnagyobb bajban maradnak egyedül, azt is vélték, hogy Isten is segítség nélkül. De utána húsvétra ébredhettek, amikor megtapasztalták, hogy van feltámadás. Ebben reménykedek, ennek a megtapasztalásában én is minden nap. A templomot is most is szellőztetem, nem csak a kamerának nyitottam ki, hanem melegen tartom, amennyire rajtam múlik, hogy amikor a gyülekezet visszajön, újra ünnepelni tudjuk az Istennel való kapcsolatunkat. Bőtölünk most a közösségi élettel, a bődben amiatt mondunk le valamiről, hogy az Istennel való kapcsolatot annál jobban megélhessük, most a közösségi élettel is bőtölünk, és várjuk annak dicsőséges feltámasztását. Attól várjuk, aki hatalmasabb minden bajnál, aki a halált is le tudta győzni, aki úr még a koronavírus, sőt még a félelmeink fölött is.